Már kiürítették, és hamarosan a felújítási munkálatokat is megkezdik a Bátaszéki II. Géza gimnázium 50 éves épület szárnyán. A szekszárdi tankerületi központ támogatásával zajlik a rekonstrukció. A tankerületi központunk 70 iskola épületet működtet, ezeknek az épületeknek a karbantartása az év során folyamatosan történik. És hát ahogy lehetőségünk van, akkor nagyobb mértékű felújításokra, beruházásokra is sor kerülhet. Na, ennek a beruházás sorozatnak a része a Bátaszéki gimnázium tetejének egy részének a felújítása. A gimnázium épületének a belső udvari részén cserélünk tetőt, kicseréljük a tetőablakokat, belül megújul a villamos hálózat, és hát cserélődik a gipszkarton burkolat belül. Amikor a tanulók visszajönnek a digitális oktatásból, és kontakt oktatásban részesülnek a suliban, akkor egy szép, esztétikus, 21. századi informatika terem várja őket, és hát nem utolsó sorban az is fontos szempont, hogy az eddig beázó tető helyett lesz egy új tető, és így védjük az ingatlant és a benne lévő ingóságokat. Az épület részt az 1970-es években alakították ki, a tetőtér akkor még ebédlőként szolgált egészen 2009-ig. Ez tulajdonképpen kimaradt a 2009-es, 2010-es nagy felújításból, amikor a DDOP pályázat keretében a teljes iskola épületet felújították, és most ez megújulhat. Ezt az épületszárnyat az 1970-es években alakították ki, amikor a gimnázium tulajdonképpen ide költözött. Ezen az északi épületszárnynak a tetőterében került kialakításra az ebédlő, tehát ez eredetileg a gimnáziumnak az ebédlője volt. Aztán, amikor 2010-ben átadtuk lent a multifunkcionális aulát és ebédlőt, akkor ez funkció nélkül maradt, és akkor költözött föl ide az informatika terem, illetve egy büfé, tehát ehhez tartozik még egy büfé rész is, amit a diákok nagyon szerettek. Informatika teremnek nagyon alkalmas volt, hiszen a koporsófedél megoldásban be lehetett tolni a számítógépeket, és így 30-35 gépet lehetett a teremben elhelyezni. Egyetlen probléma volt, hogy ezt annak idején nem volt leszigetelve, tehát télen nagyon hideg volt, nyáron nagyon meleg volt, és nyilván akik a gépnél ülnek egy órát, azoknak ez problémát okozott, és természetesen a számítógépeknek is. Így most a jelenlegi felújítás a teljes tetőtér felújítására sor kerül. Ez azt jelenti, hogy a külső födém is, tehát a teljes külső tető felújítására, és belül pedig ennek a belső beépítésnek a teljes cseréjére. A felújítás után is itt lesz az informatika terem, és a büfé is visszaköltözhet régi, de megújult helyére. A beruházást 20 millió forintból valósítja meg a szekszárdi tankerületi központ. A munkálatok körülbelül egy hónapig tartanak majd.